finisher póló, ebből ugye bár 115 darab van most az országban, tehát ez nagyon nem fog szembe jönni versenyen kívül, versenyen ott nagyon sok ilyen van. Prantner Gábor épp legutóbbi szerzeményét mutatja stábunknak. Ezt a 15. alkalommal megrendezett Ultra Balatonon nyerte el. Közép-Európa leghosszabb futóversenyét 25 óra 45 perc alatt teljesítette. 2021-ben 216 kilométeres távot kellett megtennie az indulóknak, akik idén több mint 16 ezeren voltak a világ számos országából. Köztük volt a paksi rendőrkapitányság fegyveres biztonsági őre is. Prantner Gábor 2016-ban kezdett el futni, mert fogyni szeretett volna. Ekkor meghaladta súlya 100 kg-ot. Hát már nem igazán éreztem jól magam, és hát mondom, valamit ki kéne találni. A futás volt a legegyszerűbb, és hát elkezdődött. Eleinte ilyen kisebb távokkal, ilyen 3-4 kilométerek voltak, amit futottam. Aztán hát onnan így szépen lassan beindult a kilók, ahogy mentek, úgy nőttek a távok. És hát eljutottunk idáig. Először 2018-ban vett részt az Ultra Balatonon, akkor még csapatban. Azt mondja, annyira megtetszett neki, hogy következő évben már egyénileg indult, és 28 óra 14 perc alatt körbe is futotta a Balatont. 2021-ben felülmúlta önmagát, és a 216 kilométeres távolságot 25 óra 45 perc alatt teljesítette. A rajtba tudod, hogy hosszú lesz, tudod, hogy lesznek problémák, tisztában vagy vele, hogy igen, ott neked egyedül kell megoldanod a problémákat, de amikor sikerült, tehát hogy sikerül megoldani a problémát, sikerült teljesíteni a távot, az valami brutál jó érzés. Gábor a 115 befutóból a 35. lett. Az ultramaratonista azt is elárulta, hogy az egyik fő célja, hogy kijusson a Görögországban megrendezett Spartathlonra, ami Európa egyik leghosszabb, legnehezebb és legnevesebb ultrafutóversenye.